Még egy, ott van gyerekek, új, de kivertük már, mint a csávot, hű, szét lett baszva. Ennyi, itt van, második menet, CM Punk pár másodperc alatt hozza a következő győzelmet. Erről van szó, srácok, erről van itt szó. Hello, srácok, ez a Gaming is Fun, és most egy új játék mutatkozik be a csatornán, ami a UFC 2, és abból az apropóból fogom kipróbálni ezt a játékot, hogy tegnap, hát a videó felvételéhez képest tegnap volt az EA Play, az E3 Gaming, hát nem is tudom minek mondjam, Gaming Show, ez lesz a legegyszerűbb, és az EA Play alkalmából tulajdonképpen köszönetként az EA játékainak egy elég jelentős része, legalábbis a nagy nevek közül, kipróbálható, játszható 5 órára, legalábbis a UFC 2 az 5 órára, FIFA is például ingyen játszható, és ez nem egy demo változat, ez a teljes játék, annyival, hogy ott bal felül látni, hogy már csak 4 óra és 55 perc van hátra ebből a lehetőségből. Karriermódot szerettem volna még akkor, amikor nem tudtam, hogy ilyen megkötés van, mert ugye ez 18-áig érhető el, június 18-áig lehet így letölteni. De karriermódot biztos, hogy nem lehet 5 óra alatt kivinni, legalább egy bajnoki meccsig, vagy szóval azt el se kezdem. Úgyhogy helyette inkább egy sima mérkőzéseket fogunk tolni, ami gondolom a Fight Now. Egyébként szerintem vagy 3-4 meccset fogunk játszani. Itt az elején Conor McGregorral leszek, hát a világ leghíresebb és talán legjobb ketrec harcosával, aki egyébként hát azt hiszem többszörös UFC bajnok, elég sokszoros biztos, nem tudom pontosan. Nagyon, egyébként láttam gameplayeket is belőle, és ki is próbáltam már régebben egy barátom akkuntjával, de így még nem játszottam, hogy az én konzolomom volt. Itt jön az ellenfelem, brazil, José Aldo, azt hiszem így kell mondani. Jó, szerintem akkor következő, most jön McGregor. Itt olyan Power Walker jön, amit egyébként továbbra sem ő talált ki, hanem Vince McMahon. Ah, nem azzal jön. Szóval Conor McGregor eléggé kemény alak. Bár elég picike, hogy folyton szopatják fel Twitteren. 3 veresége van összesen a karrierje során, ami kurva kevés. Na, csipatják is. Egyéb iránt így szokták még kenegetni az arcát, nem tudom, hogy pontosan mindegy gondolom azt, hogy ne szakadjon olyan hamar fel a bőr, vagy valami ilyesminek. Nem biztos. Na. Jaj, a cigánykerék. Na, csapassuk. Itt vannak a adatok, 27 éves megerő, azt hittem, ahogy 35. Igen. A reachünk jobb, az nagyon fontos, én úgy tudom a UFC-ben, hogy hát úgy általában a ketrec harcban. Ez a main event of the inning, a főesemény. Mindenki, de itt van a bíró. És most, mocskok. Hossz! Pörgőrúgás volt. Következik a meccs, amire minden UFC rajongó várt. Igen. Ez Los Angelesben van amúgy a Staples Center. Szokott lenni WWE is, onnan tudom. Jó, itt van. Igen, és akkor bemutatják Rio-ból. Ez a brazil csávó. Elmondják azt, hogy milyen magas, milyen nehéz. A kihívó. José Aldo.
Hogy a... Jaj. Jó, jöjjön McGregor. Gulyikák. Piros sarokból. 20, 3-as izéje van. Aránya, az oda basz. Megborít. Az uralkodó, védekező, vitathatatlan UFC bajnok. Heatherweight, azt nem tudom, hogy magyarul hogy van. Conor McGregor. Yeah! Hú, ez nagyon ott van ez az introduction. Ahogy így izé, ahogy így bemutatják, nagyon rohadt jó. Egyébként a UFC-t azt tartja ugye fent, azért nézik annyira sokan, hogy it's all about timing. Jó. Jó, hát akkor nem. Mi a védekezés? Aha, erre egy. Megpróbálnám valahogy földre vinni. Hoppá. Egyébként szóval a UFC abból él gyakorlatilag, hogy nagyon kemény a harc, nyilván azt senki nem vitathatja. Viszont ugyanúgy, mint a pankrációban, az eredmény is el van előre döntve. És az is megvan, hogy ki nyer, hogyan, szóval ellentétben a pankrációval, ahol a sztori a lényeg, és a karakterek, színes karakterek, itt a tiszta verekedés, ami elismerésre méltó, csak szerintem unalmas. Maradjunk ennyiben. Na, viszont nagyon érdekel egyébként a UFC-nek a kedvenc harc is. Nagyon brutális dolog és kemény, rendkívül. Mit akartam még mondani? Nem tudom. Mindegy. Harcoljunk. Hold el egy vált striking, akkor ezért... Amúgy már a feje az oda van a fiúnak. Mivel... ez egy ilyen rúgás betalálna, az oda baszna. A ház is mellé ment. Ez ezért meccs most, bajnoki. Fú, minden után is mellé megy, ráadásul ugyanolyok, oké. Over under. Na, nyomom. Double under. Oké, táj. Az mi a rák? Nem tudom. Single color. Kett, milyen izét kaptunk. Recover! Én nyomom a recover. Full guard. Oké. Get up! Fuck, oké. Na, menj már fel. Mivel kell? Oké, megvan. Júj! Jó. Semmi gáz, te arcod lesz szétütve. Hát ez nem ment, ez kivédte. Új, de betaláltak ezek itt, keci, teljesen. Recover, keci. Ez kész, ennyi volt. Ez durva volt. Ennyi volt a meccs. Szétfelt a gecibe. Ez itt az ütés, teljesen, geci. Amúgy kurva jó grafikája van a játéknak, nagyon jól néz ki. Ez agyrázkódás ezen. Szét van verve rendesen. Na, ő is kapott egyébként elég sokat. De ez itt a végén, ez egy három ütés, meg nem volt egy rúgás, azt ennyi. Ő az új világbajnok. Na srácok, össze van állítva a meccs. CM Punk, tehát, akivel leszek, ő a legrosszabb weltervei divízióban. Hihetetlen. Egyébként egy ilyen csicska, tehát. Nem tudom, fogta magát be, ezért szerződést bontott a WWE-ben, és nem kirúgták. És hát azokta majomkodik a UFC-ben, úgy csinál, mintha ő kemény kedvencharcos lenne, közben eléggé csak egy primadonna. Ettől függetlenül nagyon imádtam, amikor még ezé volt WWE pankrátor.
egyébként a Cult of Personality-ra jött be az első meccsén. Szóval... 5 minute roundok vannak. Zseniális. Oké. Most párat sikerült. Gyere, gyere. Amúgy Punk azért jó, mert nagyon jó izéje van. Úgy de kiütjük! Azaz! Úgy van! Még egy, ha betalálna, azaz! Azaz, gyerünk! És ki van! Ennyi, ki van ütve, srácok? Mi van? Jöhetnek a rippek, ennyi. CM Punk kellett, ennyi. Megborítottuk az elején. Az tér, ennyi volt. Mi van, könyökös? Rögtös. Ennyi volt, nézzétek meg, csávó. Amúgy nem volt annyira nagyon durván kiütve, legalábbis még mozgott, szóval nem az volt, amikor így teljesen rángatózik, hogy minden baja van. De hát azért nem lennék a helyében, azért ott a bal arcán szarrá lett dolgozva. Szóval ennyi, Punk kellett, CM Punk, itt van. Van még kérdés? Nézzétek meg. Jézus ereje. Ennyi. CM Punk kell ide. Azt képest, hogy hogy lehortam a szarba. Egyébként kettővel vagy hárommal jobb összesített értékelése van jobb ennek a csávónak. Ott van CM Punk. Inkább ezt abba hagyom. Na, hát ez ilyen jól ment Punkkal, akkor én megyek még egyet vele. Mi van itt a pacsi? Így is van. Amúgy én jobban örülnék annak, hogyha visszajönne Punk a WWE-be, vagy más pankrációs szervezetbe, viszont ha esetleg nem jön vissza, akkor pedig a UFC-ben, vagy más esetleg, hogy hívják ezt a másik kedves harcos szervezetet? Nem teszem be, mindegy. Vagy esetleg ott lenne jó, hogy gyakrabban szerepelne, mert ez, hogy így most volt egy meccs, és aztán itt sehol semmi, egy nem tudom, jó sok ideig az ugyanire nem adja ki. Srácok, itt a következő meccs. CM Punk-kal leszek Steven Thompson ellen. Azért megint CM Punk-kal, mivel az előbb jól muzsikáltunk vele, nagyon jól. Remélem meg tudjuk ismételni. És félreértések elkerülése véget gyorsan el szeretném mondani, hogy semmi bajom sem a UFC-vel, vagyis a ketrec harccal, vagy nem vagyis, hanem a ketrec harccal, semmi bajom a boxszal, egyéb közből sportokkal, sima birkózással. Egyszerűen nekem a pankráció tetszik az összes közül a legjobban, és ezért elfogult vagyok, de látjátok, jól szórakozom ezzel a játékkal, ugyanígy én meg tudok nézni egy UFC-s meccset, és szórakoztat meg minden, annyi, hogy azt nem nézem úgy, hogy minden nap órákat, ennyiről van szó. Meg ilyen, felejtsetek el, hogy a ketrec harc kamu, meg hogy a pankráció kamu, ez bullshit. Tehát van egy magyar ketrec harcos például, Makai Renátonak hívják, by the way, király alak, aki benne van a magyar ketrec harcos szervezetben is, és benne van a pankrációban is. És ő egyébként nagy tisztelettel viszonyul mind a két irányzat felé, és nincs az, hogy lenézni a pankrációt, vagy ilyesmi, csak azért, mert az nem arra épül, amire mondjuk a kedvenc harc, szóval tegyetek ti is úgy, mint ő, és tiszteljétek mind a kettőt ugyanúgy. Na de most, itt van a következő harc, a reach-e, vagyis az elérése jobb a másik csávónak, ami kellemetlen lesz, ami CM Punk egyik legnagyobb erőssége. Most úgy néz ki, hogy lehet mégse leszünk akkora királyok vele. Ezt benéztem. Hogy kell fejre rúgni? Én azt szeretném megtudni. Ez hasonlókat fájlóan, amint próbálok csak fejre, bár ugye azt védik legjobban nyilván mindenki. Próbálok védekezni. Hopp, az meg. Új, az, oké, az sikerült kivédeni. Hopp, ez majdnem. Ott van. Új, ezt benéztem, az utolsó pillanatban vettem el onnan a védést. Jó, vissza egy kicsit, hogy legyen stamina. És... tudunk valami? Legrebb. Nem. Jó. Még
nem lehet levinni. Ó, ez de jó rúgás. Azaz, gyerünk. Jó, vissza izé, stamina kell. Stamina kell. És... Új, de mellé ment ez. Nagyon picivel ez is. Oké, ez egy úgy láttam betalált. Ez is, gyerünk fej, gyorsan. Jobbos, azaz. Már a csávó eléggé oda van, nem látni pont a fejemtől egyébként. Sajnálom, srácok. Azaz, ez is betalált, még vagy kettő ütés kéne. Ó. Kicsit gyerünk hátrább. Break. Nem szeretem ezt a talajharcot, meg az én összecsimpaszkodást. Mint említettem. Oké. Az a baj, hogy én nagyon lábára megyek. Új, itt gondok vannak, gyerünk vissza. Jobbos! Ott volt a jobbos! Gyerünk! Ez mellé. Ott, majdnem. Oké. Single leg. Azaz, lent leszünk. Oké, top mount. Azaz. Az guard akkor. Side control. Úgy, itt nem lehet ezért valami. Jó, akkor mi a rákezd. Aha. És most ütögessük. Oké. Submissions. Milyen submission tudok? Jó, mindegy, akkor üssük. Ilyen kis izékkel. Ez nem lesz amúgy. Jó, most meg fog fordítani. Nem baj, get up-ot. Half guard akkor. Top man. Ú, gyerekek, milyen gyorsan változik. Jó, get up. Itt a get up. Nej! Na, álljunk fel gyorsan. Oké. Oh, az a dupla rúgás. És vége. Jó. Kiegyensúlyozott nagyon a meccs, vagyis itt a végén egy kicsit elfáradtunk, és már a talajbirkóban, vagy hát nem tudom, talajharcnak hívják inkább, ott egy kicsit már ő volt fölényben a vége felé, de egyébként tök korrekt volt. Az elején nagyon sok strike volt, ami betalált, mondjuk itt az övét ismételték, de tőlem volt inkább egyébként. Itt például ez nagyon elkapta. Ezt itt már védte. Ezt én védtem. És ez a rúgás, ez hát hasra bejött ugyan. Kicsit bordára, de... annyira nem volt durva, mint lehetett volna a helyzet. Oh, hello! Hello, lányok! Na, most ezzel megint öklözni fogok, mert egyébként jó a srácnak a fejét nézetek, Geszi. A bal szeme. Ott van a rúgás a fejre! Indul Punk a... nem tudom hova. Ott volt ez is. Jó, vigyük földre, single leg, csodás lesz, úgy. És egyből topman, passzcsere. Faszom, akkor tudod, mit ütögessük. Azaz. Jó, ki lesz ütve, gyerünk, még egy. Ott van, gyerekek. Úgy, de kivertük már, mint a csávot. Hű, szét lett baszva. Ennyi, itt van, második menet. CM Punk pár másodperc alatt hozza a következő győzelmet. Erről van szó, srácok. Erről van itt szó. Boom. Jó. Hú, gyerekek, utána már ki volt ütve, azért még oda csapott egyet. Jó, de itt ki volt ütve, és még egyet ide torokra. Az kurva kellemetlen lehet. Boom! És elpontozott a kommentátor, és teljesen. Majd figyeljétek fejét, CM Punknak egész jó, itt van egy kis piros, de az nem olyan durva izéket reszak van, de azért ez itt. Azért az odabasz meg itt van, itt is neki. Chicagóból a győztes! CM Punk! Zseniális győzelem! Zseniális! Kiütéssel! Jó, srácok! Ennyi lett volna ez a UFC 2 kipróbálás, remélem tetszett, ha így van, akkor nyomjatok egy lájkot, írjátok le kommentben, hogy szeretnétek-e többet, vegyem-e meg, nem tudom mennyibe kerül, de
lehet nem olyan drága, ilyen 9000 körül lehet. Aztán osztátok meg, hogy jusson el másokhoz is, mert elég kemény harcok voltak itt például, amikor kiütöttük vagy 20 másodperc alatt a csávót, aztán visszajöttünk a meccsbe, akkor is volt egy győzelem a második punkos meccs. Úgyhogy lényeg a lényeg, mint mindig, remélem most is jól éreztétek magatokat. Aki nem tette volna meg, az iratkozzon fel, találkozunk legközelebb, na de addig is gaming is fun, és sziasztok!